Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez a forrás van, ahol én kérdéseket tudok feltenni, hanem kapok képeket is. Az úgy működik, hogyha becsukom a szememet, látok magam előtt egy képet. És ez a kép mozdulatlan. Olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, ez a képes lap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai napon a képes lapon volt egy fiatal hölgy. A háttér olyan szürke volt, de nem szomorú, hanem olyan kellemes színek voltak ezen a képes lapon. A hölgy ruhája olyan színes volt, pöttyös, egy pöttyös ruha volt rajta, de minden pötty más színű volt. Ez kisugározta a fiatalságot, azt is, hogy jókedv, vidámság van, tehát a kép nagyon kellemesen hatott rám. És a hölgy mellett volt egy férfi kéz. A férfi nem volt látható a képen, csupán a keze, és a kezében volt egy levél. Úgy tűnt, minthogyha ez a férfi átnyújt egy levelet, de a hölgy előre tekintett, és nem vette észre ezt a kezet, nem vette észre ezt a levelet. Én úgy értelmeztem a képet, hogy valaki átnyújt egy iratot, vagy jön egy fontos üzenet ettől a férfitől. Az üzenet jó és kellemes, mert az egész kép olyan vidámságot sugárzott ki, a háttér és a hölgy ruhája is. És a feladat az, hogy észrevegyük azt, hogy ki mit akar közölni most velünk, hiszen ez fontos lehet számunkra. Hogy értelmezed te ezt a képeslapot? Leírhatod a kommentárba, ennek örülnék, és köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük azt, hogy mi a jelenlegi üzenet. Amit most hallottál ezzel a kézzel kapcsolatban, ez így lesz, higgy ebben. Valaki közeledik hozzád, és keresi veled a kapcsolatot. Ne csak előre tekints, hanem balra és jobbra is, hiszen onnan jönnek a fontos iratok, vagy ez a kéz, ami a képen látható volt. Ne alázkodj meg mások előtt, mert ez nem a te nagyságod, ez kicsinyít téged.
Valaki gondol rád, és hálás neked. Hozzá kell tennem azt, hogy a Biblia németül van írva, tehát az üzenet németül érkezik hozzám, és nekem ezt mindig úgy le kell fordítani, és ezért talán nem olyan gyorsan megy ez az átküldés, de azért értitek azt, hogy mi a fontos üzenet a Bibliából. Valaki beteg a környezetedben, vagy te vagy beteg, itt lesz gyógyulás. Ügyelj az anyagiakra, most ne adj ki túl sok pénzt, ezt őrizd meg, lesz bevétel is, és ez ad erőt számodra. A népnek van ellensége, és ez most egy nehéz helyzet lesz, de ez a helyzet megoldható. Figyelj oda a napra, és a napod, ha gyönyörűen kialakul, akkor ez lesz az életutad. Háború van, de ti nem fogtok része lenni ennek a háborúnak. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!